Sziasztok! The Sims Village East vagyok, és már nagyon régóta ígérgettem nektek a Toddler's Stuff Pack kritikáját, és ez a pillanat most elérkezett. Kezdjük is el a Create a Sim móddal, ahogy mindig is szoktuk. Ezúttal csak egy darab kis tipegőn fogjuk megmutatni az összes dolgot, tehát nem fogom külön megmutatni a fiúkat, lányokat, kiszedtem a filtert, úgyhogy ezen a szép kislányon nézzük meg a fiúk ruháit is, hogyha nem bánjátok, remélem nem. Kicsit próbálom gyorsan megcsinálni ezt a videót, hogy nézhető hosszúságú legyen, és én is befejezzem, mire mennem kell az egyetemre, mert most éppen reggel van. Ma nagyon hosszú napom lesz, szóval este 10-kor fogok hazaérni, ami azt jelenti, hogy sajnos nem fogok tudni kapásból válaszolni a kommentjeitekre, de biztosan nagyon örülni fogok, hogyha hazaérek, és sok-sok komment vár majd a csatornámon. De kezdjük is el a hajakkal. Szokás szerint már előre beállítottam a filtereket, úgyhogy csak az új elemeket láthatjuk. Összesen 6 darab hajat kaptunk. Először a kislányokét mutatom meg, mert azért tudom, hogy melyik kinek járt, mert én már azért jó párszor végignéztem ezt a packet. Jár ez a cuki masnis haj. Ti is halljátok amúgy a forgalmat? Engem borzasztóan zavar. Itt mászkálnak az autók, és ilyen fém lemezek vannak lerakva, már hatalmas lukak vannak az úton. És az, amikor átmennek, az nagyon hangos. Na jó, szóval ez egy masnis haj, ami nekem az egyik kedvencem, mert nagyon cuki, főleg ebbe a szőke hajszínben. Azzal a kék masnival nekem nagyon tetszik. Például barnában annyira nem, valamiért, és feketében sem, de a világosabb színekhez nagyon jól áll ez a kis masni, fogalmam sincs, hogy miért gondolom így. Közben elfordítottam a laptopot, hogy ne lássátok a kupit a háttérben. Jó, nézzük a következőt. Ez egy ilyen kis két oldalra fogott kis, hogy mondják ezt? Herbán, azt hiszem angolul, de magyarul sajnos nem tudom. Nem követem annyira az ilyen haj trendeket. Igen. Ebben a színben nagyon cuki, mert narancssárga hajhoz, narancssárga masnia. És a legkirályabb dolog ebben a hajban, hogy oda készítettek baba hajakat a készítők, ami nagyon cuki részlet, és sokkal életűbbé teszik az adott hajat, és kevésbé tűnik olyan meseszerűnek a Sims 4 grafikája. Van még egy hajunk, ami ilyen kis göndör, nagyon-nagyon cuki rokni, és ezt is nagyon szeretem. Bár egy kicsit furinak tartom azokat a kis hajcsatokat benne. Úgy néznek ki, mint a ruha csipeszek. Úgyhogy az a része nem tetszik, de maga ez a göndörhaj, ez imádnivaló. Van egy ilyen hajunk, amit annyira nem tudok hova rakni, mert én úgy élőben még nem láttam ilyen hajat kislányom. Lehet, hogy ahol a készítők laktak, ez egy ilyen klasszikus babahaj, de én még nem láttam ilyen. Viszont nagyon-nagyon cuki. Egyébként így összességében elmondhatom, ez már egy fiúhaj, hogy ugye már egy ideje játszok a Toddler Stuff Pack-kel, és inkább a Create a Sim módja az, ami nagyon király, míg építés módban van egy pár hiba benne, de ezt majd megnézzük abban a videóban. Oké, szóval ez egy fiúhaj, ilyet viszont nagyon-nagyon sokat látok mindenhol az utcán, minden kis fiúnak ilyenre nyírják a haját, mert ez most nagyon menő, ilyen focista haj, szóval a Sims elég up to date a jelenlegi hajtrendekkel kapcsolatban. És ez is egy kis fiúhaj, nyilván adhatjuk egy kislánynak is, ha akarjuk, és annyira cuki, kis kócos göndör, nagyon-nagyon göndör, kicsit olyan gyapjas haj. Szerintem imádnivaló. Imádom ezt a hajat. Na jó, ennyit a hajakról, és sapkát és kiegészítőt nem kaptunk, úgyhogy már mehetünk is a kedvenc részemre, a ruhákra. Viszont megváltoztatjuk a haját, mert ő mégiscsak egy kislány, és akkor legyen valami masni a hajában. Na, megyünk a ruhákhoz.
Először az egyberuhákat nézzük, mert az a kedvencem, és azt a legkönnyebb végignézni. Kár, hogy Sims 4-ben így a Create a Sim módban nem olyan jó a zoom, úgyhogy annyira részletesen nem tudom mutatni. Tehát, hogyha rázoomolok, akkor már azt a részét nem látjuk a ruhának. Van egy ilyen kis kardigános, virágos szoknyácskánk. Persze van sima színekben is, ez például nagyon-nagyon visszafogott. Vannak feltűnőbb, ez ilyen karácsonyos, nem? Nekem a karácsony jut róla eszembe, talán nektek is. Ez ilyen manós, inkább. Szóval van visszafogottban, meg kis virágosban is, és nagyon cuki. Ez például farkasos, talán. Igen, ez aranyos végül is, bár nem az első között szerepel, amit adnék a kis tipegőmre. Van egy ilyen szoknyanadrágunk. Nem tudom. De kivágott a háta, amitől elég szexi lett. Furi. Ó, hogyha így megnézzük, akkor látjuk, hogy ott van egy ilyen kis pici naci, és fölé van kötve egy ilyen kis kötény. Talán. Na jó, hát ez annyira nem jött be nekem, de sokan imádják a Sims világába, úgyhogy talán ti is. Valószínűleg az ilyen emberek kedvéért került bele, és mindenkinek meg kell adni az örömet. Nekem sokkal jobban tetszik ez a kis ruha, mert sokkal jobban emlékeztet a saját gyerekkoromra, azért ilyen ruhákat sokkal előbb adnak a gyerekeikre a szülők. Úgy gondolom, mint egy olyat, amit az előbb láttunk, hiszen az egy kicsit nem annyira játszós, és ünnepi alkalmakhoz is egy kicsit túl sok nekem. Na jó, szóval ebből a ruhából vannak ezek a kis kockások, meg a simák, és mindegyik nagyon aranyos, úgyhogy számomra ezt tökéletesen eltalálták. Van még egy ilyen ruhánk, ami talán az előző ruhának egy kicsit visszafogottabb verziója. Nem teljesen, de azért egy picit hasonlít, tehát azért máshol vannak a masnit, meg másmilyen a gallér, de arra emlékeztet. Van mindenféle ilyen rózsás, extra színben is vannak ebből is egyszínűek, visszafogottak, egyszerűek. Sok-sok kislányos színben. Egy picit még hiányolom belőle a normális színeket, ha lehet ilyet mondani. Például, nem is tudom, talán valami rendesebb zöldet még rakhattak volna bele, mert így most nagyon sok ilyen rózsaszín árnyalat van, például ez a kettő tök hasonlít. Persze én is látom a különbséget, úgyhogy ne írjátok meg kommentbe, hogy hát az a két szín tök különböző, mert azért látom a különbséget, de valljuk be, ezek hasonló színek. Úgyhogy túl nagy variációt nem adhatunk ennek a ruhának, viszont nagyon cuki ünneplő ruha, és nekem nagyon tetszik, úgyhogy valószínűleg fogom is használni. Titeket nem idegesít, hogy a szemüvegemen tükröződik a laptopom? Na mindegy. Jó, igen. Szóval van egy ilyen kis egyberészes overallunk, ami nagyon cuki, de valahogy olyan furin néz ki, úgy néz ki benne a kislány, mint egy tök, vagy egy patlizsán, vagy valami hasonló. És vannak cuki pöttyös mintában, például ebben nekem eperre emlékeztet, annak ellenére, hogy nem piros, ebben is eper. Mit kezdtem el mondani? Na szóval, vannak pöttyösek, meg sim. Ez az epres! De most nem. Tök olyan, mint egy eper. Szóval vannak pöttyösek, simák, epresek, és ez a csíkos fajta, azt hiszem, hogy ebből a kettő van. Nekem ez a kedvencem. Kicsit úgy néz ki benne, mint egy bohóc, de imádom. Oké, van ez a kis nyári ruha, ez is hát kivágott, de valahogy kevésbé extra, mint az előző hát kivágott ruhánk. Kicsit úgy néz ki, mint egy fürdőruha, de nyilván a tipegők nem fürödhetnek a Sims 4-ben, tehát nem mehetnek a medencében. Ebben megfelel a valóságnak, mert mint hogy egyedül nem mennek a tipegők úszni. Van belőle ilyen csillagos mintás is, ami kicsit furi néz ki, kicsit szimpadias, de ebben például, ebben a szín kombinációban tűrhető számomra is. Nekem jobban tetszenek a pöttyösek és a simák, de mindenki eldöntheti magának, és ez az egyik abszolút kedvencem. Annyira cuki ez a szoknya azokkal a hatalmas gombokkal, hogy meghalok.
A többféle pöttyös verzióban van, van simában is, aminek szintén nagyon örülök, főleg, hogy minden ruha kapható. Ja, kapható. Igazából sima verzióban is, ami nagyon hasznos. És van ilyen kis konfett is, ami annyira cuki, most nézzétek meg. Hát nem zabálnátok meg ezt a kislányt ebbe a ruhába? Mert én igen. Ja, bocsánat, amikor így lehajlok, az azért van, mert a kis tipegő így a képernyőm alján van, és hát így annyira cuki, hogy oda kell bújni hozzá. Na jó, mindegy. Meg amúgy is vaksi vagyok. Ugye egyébként szemüveggel is. Jó, megyünk tovább. Van egy ilyen kis overallunk, ami void critter-ös. Hogyha megvan a Kids Room Stuff Pack valamelyikötöknek, akkor tudjátok, hogy miről beszélek. Ugyanis ott voltak ilyen kis void critter-ek, amik ilyen gyűjthető kis kártyák, olyan, mint a Pokémon. Na mindegy, és abból a karakterek vannak ezen a kis overallon. Persze, van sima is, aminek én nagyon örülök. Ja, itt vannak a void critter-jeink. Nem tudom, hogy kell ezt a szót ragozni. Egyébként számomra érdekes, hogy itt is visszatértek a void critterek, meg volt még, talán a Parenthood Game-ben is voltak void critterek, ami számomra érdekes, tehát hogy nem egy darab kiegészítőre húzták rá ezeket a kis figurákat, hanem végig viszik sok-sok családi kiegészítőn keresztül, ami amúgy alapjában véve szerintem jó ötlet. Így mindenki kaphat egy kis void critter, de akinek nincs meg a Kids Room Stuff Pack-je, annak igazából nem sok értelme van, hogy legyen void critter-ös cucca. Na mindegy, mert hát ugye nem is annyira tudja, hogy miről van szó. Legalábbis élőben megtapasztalva. Ez már egy fiúruha, azt hiszem, ez az egyetlen plusz, ami járt neki, szegények. Igen, ez a kis overall, kezes lábas, annyira cuki. Na jó, ezt is nagyon szeretem, kicsit olyan, bocsánat, kicsit olyan kertészesnek néz ki benne a kis emberünk, és van még egy szoknyánk. Ja, és persze, hát az előző nadrágos dolgokat, például a void critter-ös cuccot is simán lehet fiúnak adni, szóval ez nem azt jelenti, hogy nem kaptak semmit, csak az az, ami így kifejezetten fiúruhának van titulálva. Jó, van még egy ilyen kis ünnepi szoknyánk, sok-sok kockával, ami nagyon cuki, sok-sok pöttye, amit én szintén nagyon szeretek, és sok-sok sima verzióval. Imádom. Ez a piros nagyon vad. Wow. Na jó. A sárga is nagyon cuki, a lila is. Így el tudom képzelni, ahogy a tipegők ebben tipegnek szüleik esküvőjére, vagy testvérek esküvőjére. Teljesen mindegy. Valaki letöltötte az egyik házamat, király. És még utoljára, ja nem is, még a pólókat meg sem mutattam. Szóltam. Na, szóval vannak pólóink is. De adunk valami nacit is a tipegőnkre. Szóval, vannak pólóink is. Már kezdtem azt hinni, hogy ennyi volt az egész kritika, hanem ez nem is olyan sok cucc create a színbe. Na jó, mindegy. Nem húzom az időt. Szóval, van egy ilyen kis pólónk, ami hasonlít arra a szoknyára, amit nekem nagyon tetszett. És mennyire király már ez a jégkrémás. Imádom a jégkrémet. Bár nem szabad ennem, de imádom. Szóval, az a kedvencem. Ezekből vannak csíkosak, simák, meg mindenféle. Wow, ez is nagyon király. Oké, és a sima piros is. Van egy másik pólónk, ami egy méhecske póló, és megzabálom, annyira cuki. Van kis szárnya, meg kis gyöngyökből fűzött nyaklánca, ami úgy néz ki, mint hogy a saját magának készített volna a kislány. Van pillangós is. Tök jó. Meg ilyen talán szita kötős, mármint a szivárvány színű szárnyból ítélve. Ó, egy másik házamat is letöltötték. Na jó, van egy ilyen trikónk. Ekkora cuki, már végig megy rajta egy hernyó. Akik félnek a hernyóktól, azok ne vegyék fel, mert mint azok a tipegők. Vannak citromos pólóink, ami illik a backyard stuff pack elemeihez.
Van egy ilyen kis matróz blúzunk, ami az egyik kedvencem ezek közül. És sima atlétek. Olyan klasszikusak. Van konfettis és dinnyés is. Yay! A dinnyést is nagyon szeretem. Meg ezt a magarasat is. Ó, valamiért megörcsölt a hátam. Oh, nagyon fáj. Jó. Van egy ilyen pulcsink, ami ilyen kis állatos kapucnis pulcsi. És a hátulján van az állatoknak a farkincája. Nagyon aranyos. Van farkasos, meg madaras, meg medvés, meg rókás, meg mindenféle. Szerintem ez a rókás, ez már egy kicsit előkészíti a Cats & Dogs kiegészítőt, ahol lesznek rókák, úgyhogy majd, ha egy család tart rókát, akkor a kisfiú beöltözhet rókának. Csak hogy összeöltözzenek, értitek? Tök logikus. Van egy szuper hős pólónk. Hozzá van varva egy ilyen kis köpeny, ami nagyon menő. Most azért így mutatom a hátat, mert itt látjátok az elejét. Itt látjátok az elejét a pólónak, itt meg a hátulját, és akkor az úgy ideális, nem kell forgatnom. Mert van, amikor a hátán van, mint a valamikor az elején, szóval ez van az elején most. Csillagos, sima. Nekem ez a kedvencem, ez olyan kicsit Amerika kapitányos. Legalábbis engem arra emlékeztetnénk, ha nem is teljesen egyezik. Ez egy nagyon-nagyon cuki póló, és azt hiszem ez érkezett a fiúknak, meg az előző, szerintem a szuperhősös is nekik lett készítve. Ez a kis autós, imádom. Én egyébként gyerekként is imádtam a kis autókat, és minden vágyam volt egy távirányítós autó. Nem volt soha távirányítós autó. Nagyon szerettem volna. Még mindig el vagyok velük, úgyhogy még most sincs. Na mindegy. Pont élik ez a pólóhoz az a szoknya, amit tök véletlenül adtam. Na, nézzük meg a nacikat, szoknyákat, meg mindenfélét, amit kaptunk. Van egy ilyen nagyon lányos kis masnis. Leveszem a pólót, hogy lássuk rendesen. Masnis szoknya. Ami nagyon cuki. És olyan klasszikus tipegőknek adós szoknya van belőle, csillagos, amivel megint letöltötték egy házamat, amivel passzol az a szuperhősös felső, mert ott kint a feneke. Na jó, szóval a szuperhősös póló passzol ehhez a ruhához, mármint a mintájában a csillagokban. Van egy ilyen nacink, aminek gombok vannak a hátulján, írtó aranyos. Nem tudom, mennyire kényelmesek azok a gombok, ha ráülnek, de végül is van ott egy vastag pelenka. Ki? Van egy sima szoknyánk, ebből is ki van a feneke, úgy nézem. Úgyhogy inkább előről nézzük. Ez is többféle verzióban van. Igazából sok minden nem tudok hozzáfűzni, nagyon hasonlít az elsőhöz, de azért kicsit egyszerűbb és más. Ez volt a lányok része eddig, és a fiúk kaptak egy ilyen terepmintás nacit. Azt hiszem, persze ez nem feltétlen van így, hisz nincs bekapcsolva a filter, úgyhogy csak tippelek. A fiúk kaptak egy ilyen terepmintás és sima fiúsabb színekben érkező nadrágot, és ebből is úgy, mint hogyha ki lenne a feneke félig, hát... Na mindegy. Van egy rövid nacink, ami kicsit fürdő nacinek néz ki. Tök cuki, ebből is van kockás és sima. Nekem ebből most a kockás jobban tetszik. Igen. Igazából mindegyik nagyon cuki, és nem tudok úgy konkrétan kritikát mondani, hogy ezt most miért rakták bele, ez most rossz lett, csak megmutatni tudom igazából, hogy erre számítsatok, hogyha meg akarjátok menni a Toddler Stuff Packet. Ez a nadrág a kapucnis pulcsihoz jött, ugye, ami az állatok vannak, ahhoz illik leginkább, persze bármivel variálható, kombinálható, ugyanis több szint kaptunk belőle, mint abból a kapucnis pulcsiból, úgyhogy nem csak ahhoz illik, és ezzel véget is ért a ruhák bemutatása, és még vissza vannak a cipők, amin már nagyon gyorsan túl leszünk.
Van egy ilyen méhecskés cipőnk, ami nyilvánvalóan illik a méhecskés jelmezünkhöz, de van belőle cicás, igen, ez egy cica, jó. Nem tudok rázumolni a cipőre, ez ananászos talán, és az elején konfettik vannak. Biztos. Van egy szivárványos, és hát persze vannak a simák, amik már szinte kötelezőek. Hogyha kapok egy ruhát a Sims 4-ben, és nincs belőle sima, akkor morcos leszek. Úgyhogy most már elvárom. Van egy katicás, meg egy csillagos. Ami király. És van egy medvetapancsunk. Karmokkal, mindenféle színben, ami szintén ahhoz a kapucnis pulcsihoz illik leginkább. De mondanám, hogy mással is kombinálhatjátok, de mivel kombinálnátok egy karmos cipőt? Hanem az. Mindegy. Van egy ilyen másik cipőnk, amit nem tudok definiálni, ez egy zártabb cipő, nem egy szandi, többféle színben, és nagyon kis, elegáns, tök cuki. Mondjuk ebbe úgy néz ki, mint egy bohóc cipő, de aranyos. Ebből is van szivárványos. Meg mindenféle egyszerűbb színben is található. Szóval ennyi volt a Sims 4 Toddler Stuff Pack Create a Sim módja. Ebben is különbeszem a Create a Sim-et meg a Build and Buy módot, hogy ne legyenek olyan hosszúak a videók. Remélem tetszett, hogyha tetszettek az elemek, amik benne voltak, akkor vegyétek meg. Sokan kérdezitek, hogy eredeti-e a játékom, és igen, kizárólag eredeti dolgok találhatók benne. Nem használok modokat, nem használok custom contentet, meg semmi ilyesmit. Úgyhogy azokkal kapcsolatban nem tudok segíteni, sem magyarosítással, sem semmivel, mert minden úgy van a játékomban, ahogy van, és az, ahogy azt megcsinálták. Ezt csak úgy elmondtam, mert ezt is gyakran kérdezitek. Na mindegy, nem húzom az időt, legyetek jók, sziasztok!